Március 29-én a Hősök keresztútjához vonultak a kistelki hittanos gyerekek. Az erre készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. 12. állomás. Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus kezén, lábán átszegezve, 3 óráig élve függ a kereszten. Az utolsó és döntő küzdelemben lelkünkért Jézus és a sátán között. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És Jézus győz, befejeztem, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A kereszt alatt állt a szűzanya, Szent János apostol és bűnbánó Magdolna. De ott látom állni a magyar szenteket, mint Jézus testőreit, hogy senki ne tudja elrabolni tőlünk a Golgotát. Golgotát járó nép voltunk és vagyunk. Talán ezért van az, hogy minden városban, faluban van Golgota, van keresztút, hálából, hogy 1100 éve járhatjuk Jézussal a szenvedések útját. Jézus hitében, szeretetében és magyarságában megmaradt hű népe. Az Árpád-házi szenteken kívül ott a kereszt mellett állnak őrséget, korunk szentjei és vértanúi. Élükön Mindszenti bíborossal, mellette és körülötte a magyar poklokat megjárt világi hívekkel, papokkal, Apor Vilmos és Márton Áron püspökökkel, a forradalomban életüket feláldozó fiatalokkal. Drága szent hely nekünk a Golgota, amelyet Jézus vére és szeretete szentelt meg. Temetőink sírjain is ott a kereszt, bizonyítékul, hogy a Golgota népe voltunk és vagyunk. Isten 5 igazáért nem pusztította volna el Szodoma városát. Reméljük, hogy hazánkban is lesz mindig legalább 5 vagy több igaz magyar, akiért Isten megkegyelmez népünknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelteken is könyörülj. Jézust leveszik a keresztről. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus agyonkínzott testét leveszik a keresztről, és a legméltóbb ravatalra a szűzanya ölébe helyezik. A szűzanya, aki egykor a kis Jézust pólyákba takarta és jászolba fektette, most gyászruhában, könnyeibe, csókjaiba, ölelő karjaiba takarja és ölébe fekteti őt. Itt piheni ki embertelenségeink okozta szenvedéseit. A magyarok nagyasszonyának is, de sokszor kellett ölébe venni és siratgatni megkínzott népünket. A magyarok nagyasszonya többször volt piétánk, mint dicsőséges nagyasszonyunk. A mi Máriánk a könnyező Mária. Többször kellett sírnia a bűneink és hűtlenségeink és szenvedéseink miatt, mint örvendezni jó sorsunkon. Mi magyarok, földi és égi édesanyát szerető és tisztelő nép voltunk. Sajnos már nincs így. Vannak Jézushoz, a szűzanyához, saját családjukhoz és gyermekeikhez is hűtlen anyák, akik anyák, de nem édesanyák. Ó, nagyasszony, nemzetünk reménye, rád szegezzük könyvtelt szemeink.
Veszni indult István öröksége, Szent Imre öröksége, a tiszta ifjúság, Szent Erzsébet öröksége, a szegények szeretete, Szent Margit öröksége, a tiszta nőifjúság, Szent László öröksége, a lovagiasság, a nők és édesanyák nagyra becsülése, Szent Gellért öröksége, a vezeklés és vértanúság. Ó, nagyasszony, szállj közénk, és add vissza népünk kereszténységét, családjaink, társadalmi életünk tisztaságát, hogy ne csak a fájdalom, hanem az örömkönnye is ott csillogjanak szemeidben. Mutasd meg, hogy anyánk vagy, mutasd meg, hogy régi nagypatrónánk, Magyarország nagyasszonya vagy. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Édes illat a hariha, úgy kísérje, szívünk elhívája. 14. állomás Jézust sírba teszi. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézust eltemetik. Most már előmerészkedtek a férfiak is. A szűzanya öléből óvatosan csendben leveszik Jézus testét, betakarják és sírba teszik. Van minden, ami Jézus temetéséhez kell. Nagy kő, őrök, pecsét. Most már nem kell félni, hogy fellázítja a népet. Most már nem fognak utána menni. Most már nem fog csodákat tenni, halottakat feltámasztani. Most már nem fog megszégyeníteni főpapokat, írástudókat, nem fogja őket megleckéztetni. Vége mindennek, gondolják. Csak a vasárnap hajnal ne jönne, mert azt mondta, hogy harmadnapra fel fog támadni. Hát, ha megtörténik, hát, ha igaz lesz. Minden esetre számítva van pénz is, hogy az őrök elhírezteljék, az apostolok lopták el. A pénz és a hazugság elérte célját, mert elterjedt a zsidók között, hogy Jézus testét ellopták. Ezt inkább elhitték, mint azt, hogy a csodatevő Jézus, a halottakat feltámasztó, maga is feltámadt. Népünket, nemzetünket, magyarságunkat és hitünket sokszor eltemették már. Voltak nagy temetőink, a Muhi puszta és a Mohácsi mező. Sokszor meghúzták felettünk a lélekharangot. Lerombolták Budát, városainkat, falvainkat. Megásták sírunkat 1849-ben, 1921-ben és 56-ban. Azt mondta egy nagy ember, a magyar egyház felszámolása csak vagonkérdés. Volt úgy, hogy elnémították a török fölötti diadalt hirdető déli harangszót, és most ismét szól. Volt, amikor el kellett rejteni Máriát és a nemzeti színű zászlóinkat, és most ismét lengeti azokat a szél. Volt, amikor menekülni kellett saját hazájából Szent István jobbjának és a Szent Koronának. Most ismét itthon vannak és örködnek felettünk. Határainkon kívül élő testvéreinket is szeretnék örökre eltemetni, rájuk hengerítve a feledéskövét, de hisszük és reméljük, hogy megszólalnak majd a húsvéti harangok. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország és a Magyar Egyház feltámadásában. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Szent írásból, hogy ég és ső, zengje halleluja! Hiszek egy Istenben, mindenben hatalmában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunknak, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátussal, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen szent lélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Húsvét vasárnapján a kistelki Szent László téren a húsvéti hagyományokat, népszokásokat elevenítették fel a kistelki lakosság számára. Az erről készült montásfilmünket tekinthetik meg a következőkben. Thank you.
Húsvétváron rendezvényt tartottak Balástyán. Újvári Lászlót, a település polgármesterét, Antal Imre plébánost, valamint Fodor Tamást, a rendezvény szervezőjét kérdeztük. Április 17-én Húsvétváró ünnepséget tartott a Balástyai önkormányzat. A részletekről kérdeztük a település vezetőjét, Újvári Lászlót. Mai rendezvényünkön a Balástyai Húsvétváró parti, iskolai nyúlparti, ahol vagyunk, igazából már harmadik alkalommal rendezzük meg. A legeslegelső alkalommal akkor az önkormányzat tanyáján, az állatsimogatóban rendeztük meg, utána időjárás miatt egy évvel később itt benne a sportcsarnokban, most viszont az előbb említett tanyán az építkezések egy beruházás miatt nem tudtuk megvalósítani, tehát itt a sportcsarnokban vagyunk, és a mai délutáni foglalkozásnak a fő hangsúlya a hagyományos húsvéti szokások bemutatása a gyerekeknek, egy kicsit ügyesen a mai érdeklődési körtől próbálva elvonatkoztatva az informatika, a számítógép világától talán egy kicsit kimozdítani őket, és jöjjenek el, kreatív játékokban vegyenek részt, focizzanak és más labdajátékokban is játszanak, illetve kézműveskedjenek, arcfestés és ehhez kapcsolódó, ebben a korosztályban megfelelő programok is vannak. Azt kell tudni, hogy első osztálytól hatodik osztályosok vannak a gyerekek. Nagyon nagy készülődés övezte a mai rendezvényt, nagy szervezés, mint önkormányzati dolgozók, mint az iskola dolgozói, pedagógusok sokat segítettek benne. És a mai nap folyamán az állat simogatással, a nyúl simogatás, mint lehetőség is megvan a gyerekek számára, focizhatnak, illetve arcfestés is lesz, kézműves foglalkozás, és ami a legfontosabb, egy hivatalos ünnepi megnyitó, Antal Imre plébános úr a hagyományos húsvéti ételeket fogja megszentelni, ezt követően ételkóstolás, és tervezünk egy kis meglepetést, egy ilyen kis locsolkodó partit a gyerekeknek, már egy néhány fiúval ezt megbeszéltem, remélem, hogy sikert fog aratni. Húsvétkor a kereszténység legnagyobb ünnepén Jézus feltámadását ünnepeljük. A hagyomány szerint Jézust nagypénteken keresztre feszítették, és húsvét vasárnapján feltámadt. Antal Imrét, a település plébánosát kérdezzük, hogy a gyermekeknek mi húsvét üzenete. Húsvét üzenetét gyerekeknek nem egyszerű megfogalmazni, hiszen ezt az ünnepet az elmúlás, a halál témája, kérdése előzi meg, és ezt egy gyereknek, de sokszor nekünk felnőtteknek is nagyon nehéz megmagyarázni és megérteni, hogy miért kell meghalni, mi értelme van a halálnak, az elmúlásnak, az emberi élet végének. A húsvét pontosan azt az üzenetet hordozza, hogy Jézus értelmet adott a halálnak. A halálból élet fakad, és mi nem meghalni készülünk, hanem az életre készülünk. És az az élet, amit Jézus felkínál nekünk, az a teljességre vezet. Jézus halálával és feltámadásával tulajdonképpen túllép ennek a világnak a korlátain, kitágítja ezt a világot, és örök életet biztosít számunkra. Ez húsvétnak az üzenete, és ha gyerek nyelven kell megfogalmazni, vagy a felnövekvő nemzedéknek erről beszélni, akkor azt mondanám, hogy érdemes küzdeni, érdemes áldozatot hozni, érdemes az életünket jó irányba fordítani, mert minden küzdelemből, minden áldozatvállalásból élet fakad. A sportcsarnokban sonkával, kolbásszal, kaláccsal és főtt tojással díszített asztal várta a balástyai gyerekeket, ahol kreatív programokkal, arcfestéssel, kézműveskedéssel, különböző ügyességi labdajátékokkal is várták őket, sőt, még tánctudásukat is tesztelhették játékos formában. Erről és a húsvéti parti részleteiről Fodor Tamást kérdeztük a Balástyai Sportkör képviseletében. Több évben rendeztünk már húsvéti partit Balástyán. Igazából ennek az volt az apropója, akárcsak az őszitök fesztiváli rendezvényünknek, hogy a gyermekek számára megmutassuk az új balástyai állatsimogatót.
azért azt tudni kell, hogy az állatsimogató nagyon sokrétű már mostanra, népi tájházként is funkcionál szinte, de most különböző felújítási munkálatok miatt sajnos nem tudtuk megrendezni itt a rendezvényt. Igaz, hogy tavaly is a sportcsarnokban volt, akár csak most, hiszen tavaly rossz időjárás miatt, most pedig azért, mert tényleg felújítási munkálatok zajlanak. Úgyhogy most már így többedik alkalommal jövünk össze, egyszer tavasszal, akkor a húsvét apropóján, egyszer pedig ősszel, akkor pedig a Halloween, a tök fesztivál apropóján. És most is több állomással készültünk, ahová az 1-től 6. osztályos gyerekeket várjuk, de egyébként, hogyha bárki szeretne részt venni, akkor természetesen számukra is lehetőséget biztosítunk, illetve itt azért egy picit kötetlenebb része is van ennek, hiszen a gyerekek ameddig teljesítik az állomásokat, ezeket a különböző vetélkedőket, most például a Balázscsai Sportkör, amelyet most per pillanat én képviselek itt ezen a rendezvényen, is szerepet vállalt, és két focis állomást is viszünk, de különböző kézműves foglalkozásokkal egészül még ki ez a rendezvény, illetve most először lehetőségünk nyílt egy külsős szervező segítségével idehozni egy másik kézműves, egy kicsit különlegesebb kézműves foglalkozást, illetve ami kiegészül még egy Xbox Kinect-es sportos lehetőséggel, amit a gyerekek biztosan nagyon élvezni fognak. Megnyitó beszédében Újvári László köszönte meg a segítők munkáját. Szeretettel köszöntök mindenkit az idei balástyai olyan közösségi rendezvényen, ahol sok-sok segítőnek köszönhetően jött létre ez a tavaszi húsvétváró parti. Azért mondom, hogy sok-sok segítőnek, mert harmadik alkalommal szervezzük meg, és a szervezés folyamán láttam, hogy önkormányzati munkatársak, hivatali dolgozók, iskolai munkatársak, az iskola a vezetésétől kezdve pedagógusok, segítők sokan benne voltak a mai programban, és egy kicsit rátérnék a délután lényegére. Hétvégén a katolikus egyház egyik legnagyobb ünnepére készülünk, a húsvétra, és a húsvét várás kapcsán 2 évvel ezelőtt szervezőinknek volt egy nagyon szép ötlete, és az ötletnek köszönhetően egy olyan rendezvénysorozat látott napvilágot, ami igazából elsősorban az alsó osztályos általános iskolás gyerekek, de most már örömmel látom azt, hogy felsősök és 5.-6. osztályosok is vannak, ezeknek a gyerekeknek szeretnénk bemutatni a hagyományos húsvétvárást, és természetesen egy olyan lehetőséget biztosítva számukra, ami azért a mai modernkori gyerekeket is érdekli, akár az informatika, vagy akár azok a labdajátékok, amikre most is lesz lehetőség, és az arcfestés, és a kézműves foglalkozások, és ehhez, mint az előbb mondtam, a hagyományok ápolása és a népszokások megismertetése, ehhez szeretnénk bemutatni mindenkinek egy olyan szertartást, a húsvéti ételszentelést, és remélhetőleg, hogyha gyerekek mindenki megfelelően fog figyelni és csendben lenni és hallgatni, ezt követően valószínű meg is lehet kóstolni ezeket a finomságokat. És kóstolás közben, amit az előbb elmondtam, azokat az állomásokat végig kell járni, azokat az ottani kérdéseket, illetve feladatokat meg kell válaszolni, el kell végezni, és remélhetőleg most is, mint az előző két alkalommal, egy nagyon színvonalas, hagyományőrző, ünnepváró közösségi programnak leszünk a részesei. Én szeretném megköszönni mindenkinek a szervezést, direkt nem mondok neveket, mert most így kapásból nem is tudnék, mert olyan sokan benne voltak, és az előbb említettem az ételszentelést. Én nagy tisztelettel szeretném Antalindre plébános urat felkérni, megkérni, hogy ezt a kis ételszentelési szertartást tartsa meg. Köszönöm szépen mindenkinek! Akkor megszenteljük a húsvéti ételeket, kalácsot, sonkát, kolbászt, hagymát, tojást, salátát, uborkát. Jóisten áldását kérjük ételeinkre, de saját magunkra is,
délelőtt egy szentmisén vettünk részt, az iskolás gyermekek, pedagógusok ott voltak, már ott elkezdtük a húsvétra való előkészületet. Most itt kötetlenebb formában folytatódik. Először vagyok ilyen alkalmon itt Balázscsán, de a környéken is, a többi településen nem igazán vannak ilyen programok, úgyhogy örülök, hogy itt Balázscsán ezt fontosnak tartják, hogy húsvét előtt találkoznak, gyerekek együtt vannak, játszanak, készülnek az ünnepre. Örülök, hogy idősebb korosztály is itt van, figyeli a gyerekeket, foglalkozik velük, és szép délutánnak néz elébe a közösség, úgyhogy gratulálok ehhez. Most pedig akkor megszenteljük a húsvéti ételeket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyei Atyánk, kérünk áld meg és szenteld meg ezeket a húsvéti jeledeleket, add, hogy mi, akik ezt elfogyasztjuk, testünknek erőt, lelkünknek üdvösséget nyerjünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Április 4-én rendezték meg a Kisteki Könyvtárban a Balladamondó versenyt. A verseny utolsó két szereplőjét, valamint az eredményhirdetést tekintetik meg a következőkben. Fejedelem katonája, magyar nép ballada. Megölték a basapistát, fejedelem katonáját. Úszélén hótan találták, Lengyelországnak határán. Lengyelországnak határán, Rákóczinak bujdosásán. Basapistát ott megfogták, az életét kioltották. Ékes aranyos dolmányán végig ömlött piros vére. Jaj Istenem, jaj Szűz Mária, miért is jöttem bujdosásra? Életimet feláldoztam, vezérim megoltalmaztam. Hazám határi megálltam, gyilkosokkal megcsatáztam. Fehér Gyuli is hazavárja, minden este vacsorára. Ne várj Gyulis, ne várj Gyulis, haza ő már nem jő úgyis. Menj, csukd be a kaput, népballada. Mártonnak táján járt az év, s az idő vígságra tölt haj. Hurkát csinált gazdasszonyom, s java már fazékban főtt haj. Északról, délről fut a szél, Stornácra is befut. Szólt asszonyomnak gazduram, menj, csukd be a kaput. Körmömre ég a sok dolog, magad is láthatod, hogy én csukjam be a kaput, 100 évig várhatod. Egyességet tettek tehát, erőszóval s nagyot, ki elsőnek szót szólni kezd, az csukja be a kaput. Éjfél felé becappogott két vándorló legény, de nem láttak házat, pitart, se tűz, se gyertyafény. Ki a gazda itt, ki háza ez, dús vagy koldus ura? Egyik sem szólt, mert mindegyik gondolt, csak a kapura. S megették a fehér hurkát, aztán a feketét. Dúlt, fúlt magában asszonyom, de egy szót sem beszélt. Aztán így szól az egyikük. Fogd csak komáme kést, beled vár meg a vén szakát, míg megölelem nejét. De nem lelek forró vizet, ez ám a bökkenő. Háttán nem jó a hurkali, mi a fazékban fő. Felpattant erre gazduram, vér önti el fejét. Megölelnéd nőm szemem előtt, s kennél rám hurkalét. Felpattan ám gazdasszonyom is, dobbant fán egy nagyot. Gazda, te szóltad az első szót, menj, csukd be a kaput! Nagyon szépen köszönöm a versenyzőknek, én nem akarom elvenni a zsűri elnöktől a
munkát, de azt muszáj most rögtön megjegyeznem, hogy én nem úgy az utóbbi egy-két évben nem emlékszek arra, hogy minden versenyző ilyen biztos vers tudással jöjjön és mondja el a választott balladáját. Én azt gondolom, hogy nekünk most nagyon nehéz dolgunk lesz, úgyhogy egy kis időt szeretnénk kérni mindenkitől, hogy addig még mi megbeszéljük a további utóknak a nevét és a helyezetteket, helyezési sorrendet megállapítjuk, addig szeretném, hogy fújja ki mindenki magát. Ott hátul találtak üdítőt, egy kis süteményt, hogy fogyasszatok nyugodtan, most már nem kell izgulni, próbáltok rajta, mindenki megnyugodhat, és majd jövünk vissza és elmondjuk, hogy mire jutottunk, jó? Hát a zsűri nagy-nagy verekedés és hangzavar tanácskodás után meg is hozta a úgymond az ítéletét, persze ez nem ítélet, hanem csak egy ilyen jelenlegi helyzet alapján a helyezéseknek a hirdetése. Nem is húzom tovább a szót, jó? De előtte csak tovább húzom. Szeretnék mindenkit nagyon megdicsérni, mert elképesztő mennyire ügyesek voltatok. Gyönyörűen, folyékonyan, nem izgulva, nem remegő hanggal, mint ahogy most én. Mondtátok a balladákat, egészen elképesztő volt, amennyire élveztük mi ezt itt a zsűritársaimmal, hogy milyen ügyes, kisteleki, vaksi, kistérségi gyerekek vannak itt a közelben. Úgyhogy egy nagy tapsot a gyerekeknek, a tanároknak és a szülőknek is a közleműködésben. Igen, voltak nagyobbak is, kisebbek is az előadók között, 5-től 8-ig vegyesen. Azt tudnánk a kisebbeknek mondani, hogy nyugi, tietek a jövő. Ez egyértelmű, a nagyobbak, illetve hát akik helyzetek lettek, majd meg fogjátok mindjárt tudni. Egy pici tanácsot azért elmondanánk, főleg a balladák végével kapcsolatban, hogy arra egy picikét majd nagyobb hangsúlyt fektessetek, hogy a lezárás az legyen egyértelmű. Hogy a közönség is tudja, hogy ezzel a megállással, ezzel le is zártad a balladát. Rendben van? Ez egy pici tanács, csak ez többeknél előjött. Most még már nem húzzuk tovább az idegrendszereket, meg az idegszálakat nem hubózzuk össze. 4 darab könyvjutalmos helyezettet osztottunk ki, akik 4-en képviselték a kistérséget ugye a megyei döntőn majd Szegeden most szombaton. És akkor fogunk haladni, dobpergésre, mindenki izguljon. 3. helyezett lett egy nagyon kedves és vidám kislány, egy nagyon szép víg balladával, ő pedig nem más, mint Rát Emma. Újabb dobfelgés, és már megyünk is tovább. Ahogy látjátok, ugye 4 jutottak tovább, 4 könyv van, és bizony holtversenyt kellett hirdetnünk, mégpedig a 2. helyen egy holtverseny van. 2 egészen elképesztő előadót fogunk most utalmazni a 2. helyezettel. Az egyik 2. helyezettünk, Rostás Rebeka. A másik 2. helyzetünk, szintén egy hölgy, ő pedig Sebők Zsófia névben hallgat. És ugye, amit látjátok, egy könyv maradt már, csak egy gyönyörű szép könyv Magyarország szép vidékeiről. Egy olyan talónak fogjuk adni ezt a könyvet, illetve a területi verseny győzteseként őt fogjuk kihirdetni és kihozni, aki, ha mennyire hallottátok, kedves szülők, kollégák, illetve diákok, úgy éreztük, hogy ő kicsit kiemelkedett innen a mai mezőnyben, komolyságával, drámai előadóképességével, azokkal a hatásszünetekkel, hanglejtésekkel, hangsúlyokkal, azzal a feszültséggel, amit itt teremtett ebben a teremben, és ami tényleg egy drámai balladának az előadás módjához hozzátartozik, és ő pedig Elé Klaudia. Gratulálok! És akkor a többi kispajtásra fog elmenni üres kézzel, ha már nem üres hassal fog elmenni, hanem akkor a kezesre legyen üres. Én mindenkit megkérek, hogy majd szóljuk ki össze-vissza a nevek alapján, hogy gyertek, egy-egy emberkot fejetek át, mert nagyon-nagyon tisztes és helytálló teljesítmény volt ez. Úgyhogy gratulálunk még egyszer nektek. Horváth Hannának elsőként, nagyon ügyes voltál. Góra Csillának is gratulálunk.
Az urak is ezért jöhetnek, Kanalas Renátó, az egyik kis. Bolnár Fuzsina, a hölgye képviselő. Egy újabb úriember, Kis Olivér Márk. Szombos Kira is érkezzen közénk. És végül, de abszolút nem utolsó sorban, Hegedűs Anna. Köszönjük, hogy az mert, hogy ilyen szép számmal részt vettetek a versenyen, még nagyon sok kedves osztálytársatok, barátotok is, illetve pedagógusok, szülők elkísértek benneteket. Nagyon nagy öröm itt gondolom a új könyvtár résznek a legelső, ha nem is hivatalos, de legelső tűzkerességi műsorán, illetve a programján részt venni, hogy ilyen gyönyörű szép tavasszal a játék és a telefon helyett inkább a költészet, illetve az Ödam oltárán áldoztatok. Ez óriási erőt és reményt ad nekünk a jövőre nézve, hogy vannak még olyan fiatalok, lányok és fiúk, akik akár 5-6-7, bármilyen 8-os korukban is időt és energiát szentelnek arra, hogy a magyar irodalom hatalmassága, egy József Attila, mondjuk ő pont nem volt, most Arany János, Vörös Marti, ő sem volt, de akár a Vasalbert, annyi sok, vagy Népballek, annyira sok-sok szépet választottatok, hogy ez maradjon is, hogy ezt kívánjuk, és majd utolsó gondolat, hogy a továbbjutók, hogyha esetleg szeretnének most itt a végén a Zsügyivel egy picikét beszélgetni, egy-két tanácsot elfogadnak, vagy meghallgatnak, akkor a szívesen és szeretettel látjuk őket itt az asztalnál. Köszönöm szépen, minden jótoknak a munkát, és a... Én is köszönöm mindenkinek a részvételt, a versenyzőknek a felkészülést, és tényleg azt tudom én is csak mondani, hogy jövőre ugyanitt. Akik most voltak először ilyen versenyen, azoknak is nagyon jó volt ez a délután, mert láthattátok, hogy milyen egy ilyen balladamondó verseny, és remélem, hogy jól érezte magát mindenki, úgyhogy jövőre már valószínű, hogy egy szépen berendezett új környezetben tarthatjuk meg, nem csak ilyen félig elkészült helyen, úgyhogy jövőre is sok szeretettel várok mindenkit a Balladamondó versenyre. Köszönöm.